Jordan Bardellát választotta meg új elnökének a francia szélsőjobboldali nemzeti tömörülés szombati kongresszusán. A szavazás eredményét a legköszönő elnök Marine Le Pen jelentette be, aki az ellenzéki párt nemzetgyűlési frakció vezetőjeként folytatja a politizálást. Az 1972-ben Jean-Marie Le Pen által alapított párt élén a 27 éves európai parlamenti képviselő az első olyan elnök, aki nem tagja a Le Pen családnak.